Sziasztok! Mivel nagyon sokan szerettétek a legutóbbi titkos ügynökös videónkat, ezért úgy döntöttünk, ma ismét egy ilyen témával készülünk nektek. Ha az előző részt még nem láttátok, a videó után azt is ajánljuk a figyelmetekbe, a linket megtaláljátok a leírásban. Mai főszereplőnk a német származású Richard Zorge, akit sokan csak Stalin James Bondja néven emlegetnek. Na de ki ő, és ki után kémkedett? Mindjárt kiderül. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Richard Zorge kétségkívül az egyik leghíresebb titkosügynöknek számított a II. Világháborúban. Mielőtt részletesen belemennénk, hogy ezt pontosan mivel érdemelte ki, ejtsünk pár szót fiatal éveiről. Zorge 1895-ben született, apja német, édesanyja orosz származású volt. Habár az orosz birodalomhoz tartozó Baku közelében látta meg a napvilágot, 3 éves korától már Berlinben élt családjával. Még 20 éves sem volt, amikor kitört az első világháború, ám ez őt egy cseppet sem zavarta, önként jelentkezett a német hadseregbe. Katonai szolgálata alatt többször is megsebesült, utoljára a háború utolsó évében, melynek következtében egyik lába 2,5 cm rövidebb lett. Ekkor rangos kitüntetésben részesítették, megkapta a Vaskereszt 2. fokozatát, majd egészségügyi okokból leszerelték. Az ezt követő években megismerkedett a kommunista ideológiával, mely iránti elkötelezettsége kulcsfontosságú szerepet játszott élete hátralévő részében. 1919-ben belépett Németország kommunista pártjába, ám pár évvel később, 1924-ben Moszkvába költözött, ahol egyhamar tagja lett a Szovjetunió kommunista pártjának. Hírszerzői pályafutása 1929-ben vette kezdetét a szovjet katonai hírszerzés berkein belül. Itt egy speciális kiképzésben részesült, megtanították mindenre, amit akkoriban a katonai hírszerzésről tudni lehetett. Még ez év novemberében Németországba küldték, ahol belépett a Nemzetszocialista Német Munkáspártba. Természetesen nem azért csatlakozott a kommunista ellenes pártba, mert hirtelen meggondolta magát, ez szovjet utasítás volt, mely az elvegyülés célját szolgálta. Ez jó döntésnek bizonyult, a párt tagjaként nem gyanította senki, hogy esetleg az ellenség embere lenne. A Hitler által vezetett náci párt egyébként ekkoriban már egyre növekvő népszerűségnek örvendett. Zorge aktív hírszerzői tevékenysége ekkor, azaz 1930-ban vette kezdetét, amikor azt az utasítást kapta, hogy utazzon Kínába, és gyűjtsön információt többek között az egyre csak fokozódó kínai-japán viszonyról. 2-3 évet töltött Shanghaiban, ez idő alatt pedig rengeteg ismerettséget kötött, melyek a későbbiekben igencsak hasznosnak bizonyultak. 1932-ben áthelyezték Japánba, ahol az úgynevezett illegális hírszerzés módszereivel folytatott hírszerzést a Szovjetunió számára. Itt töltött évei igencsak hasznosan teltek, német újságírónak álcázva magát, széleskörű információs hálózatot épített ki a japán államélet befolyásos tagjaival. Ennek köszönhetően rengeteg információt szerzett a német-japán kapcsolatokról, így részletes jelentést tudott adni, többek között az Antikomintern paktum megkötéséről is, mely, mint tudjuk, Németország és Japán 1936-ban megkötött szövetsége volt a Szovjetunió elleni együttműködésről. Ugyancsak tudomást szerzett a Pearl Harbor ellen készülő támadásról, valamint a Barbarossa hadművelet megindításáról is, mely, ha esetleg valaki nem tudná, a németek által 1941-ben a Szovjetunió ellen indított támadó hadművelet fedőneve volt. Zorge sorsa szempontjából ugyan nincs túl sok jelentősége, de mindenképp érdemes megemlíteni, hogy Stalin nem hitt a közelgő német támadással kapcsolatos figyelmeztetésében, úgy vélte Hitler majd csak az azt követő évben, azaz 1942-ben fog támadást intézni a Szovjetunió ellen. Mint tudjuk, Zorgénak lett igaza, ez pedig olyannyira meglepte Stalint, hogy a villámgyors német előrenyomulást végül csak a moszkvai csatában sikerült megállítani. Na de térjünk vissza Zorgéra.
Japánban töltött évei alatt több mint 141 táviratot továbbított Moszkvába rádión, mely igencsak soknak számított. Olyannyira, hogy ez az intenzív rádióforgalom egy idő után szemet szúrt a japán elhárításnak, ezért utána jártak a dolognak. Hosszas nyomozás után sikerült bemérniük a rádióadót, ez pedig Zorge akciójának a végét jelentette, 1941-ben letartóztatták. Mivel meggyőződésük volt, hogy a német hírszerzésnek dolgozik, ezért tájékoztatták is a német nagykövetet, aki ezt természetesen cáfolta. Csak hónapokkal később derült ki, hogy Zorge valójában a Szovjetunió számára kémkedett, azonban Sztálin mindvégig tagadta, hogy az ő emberük volt. 3 évet töltött japán fogságban, mielőtt 1944. november 7-én kivégezték. 1964-ben, azaz a halála után 2 évtizeddel a Szovjetunió hőse címmel tüntették ki, mivel számos történész szerint tevékenysége alapvetően befolyásolta a német-szovjet keleti front eseményeit. Most, hogy a történet végére értünk, térjünk ki még arra, hogy miért kapta Zorge a Stalin James Bondja nevet. Nos, ezt elég egyszerű kitalálni, de azért elmondjuk. A megnyerő külsejű férfi számtalan nőt csábított el élete során, melyek gyakran kulcsfontosságú szerepet játszottak abban, hogy közel kerüljön néhány befolyásos emberhez. James Bond karakterét egyébként valóban egy kém ihlette, nem más, mint Duskó Popov, aki 3-as ügynökként tevékenykedett a II. Világháború alatt. Ha szeretnétek, ha a jövőben róla is készítenénk egy videót, azt jelezzétek egy lájkkal, esetleg kommenttel. Végül, de nem utolsó sorban nézzünk egy idézetet, mely megmutatja, hogy vélekedik az utókor Zorge munkásságáról. Richard Zorge ragyogó kémtevékenysége megmentette Sztálint és a Szovjetuniót a vereségtől 1941 őszén, valószínűleg megakadályozta a nácik győzelmét a II. Világháborúban, és ezáltal megteremtette a kereteit annak a világnak, amiben mi ma élünk. Ezek Larry Collins, amerikai író szavai, melyen mindenképp érdemes elgondolkozni. Néhányan leírtátok előző videók alatt, hogy a történelemben felesleges a mi lett volna ha kérdéssel foglalkozni, de véleményünk szerint néha érdemes ilyesmin is elgondolkozni. Örömmel látjuk, hogy sokan le is írjátok gondolataitokat kommentben az ilyen jellegű kérdéseinkre. Ebben az esetben felmerülhet az a kérdés, hogy vajon mi lett volna, ha Zorge nem látja el információk sokaságával a Szovjetuniót. Vajon tényleg felülkerekedtek volna a nácik, és akár a háborút is megnyerhették volna? Ha igen, annak a napjainkra nézve milyen hatásai lennének? Ezzel kapcsolatban várjuk az ötleteiteket kommentben. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Köszönjük, hogy végignéztétek, egy hét múlva találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!